Ezek a felvételek vasárnap este készültek Tiszalöknél. A jégtorlasz már levonult a folyóról, a Tisza folyamatosan apad. A folyó már Tiszabercelnél is visszahúzódott medrébe, ám ez maradt az ár után, hatalmas jégtömbök a parton. A Tisza folyamatosan apad a felső szakaszokon, és minden vízmércén ezeken a részeken készültségi szint alatti vízállásokat mutat, ezért hétfőn este valamennyi védelmi szakaszon a felső Tiszán az árvízvédelmi és jégvédekezési készültséget megszüntették a vízügyes szakemberek. A Szamos, a Túr, illetve a Kraszna folyóknál a vízszintcsökkenés szintén folyamatos, és árvízvédelmi készültség már itt sincsen érvényben. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban nem várható számottevő csapadék, így mindenütt folytatódik majd az apadás. Ez teszi lehetővé az ártérre sodort hulladék és uszadék összegyűjtését, valamint a jég és ár okozta károk felmérését. Rongálódott hajók, vízügyi műtárgyak, több kár is keletkezett az elmúlt napokban. Erről is beszélt február 13-ai 35 perc című műsorunkban a vízügyi igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetője. Jelentős a kár. Mondjuk mindent felmérni még nem tudunk, hiszen a víz még nem vonult le teljesen. A folyószabályozási művekben is eshetett kár, ezt becsülni tudjuk. Vízmércék, a folyamkilométert jelző oszlopok, táblák egy része azért kidőlt, bedőlt, megsemmisülhetett. Az erdeinkbe, a véderdőbe is jelentős kár keletkezett helyenként. Még a tiszabecsi vízhozammérő szondát is elvitte a jég, tehát az eléggé drága mulatság, illetve nagyon sokat jelent, hiszen a vízhozammérés az például most is nagyon jól jött, hogy most is kérik ahhoz, hogy itt lejjebb tudják modellezni, számolni, hogy mi lesz még nem csak Tiszalöknél, lejjebb a Tisza folyón. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén a belvízzel elöntött terület nagysága nem változott, az továbbra is meghaladja az 5500 hektárt.